Csúszott az út az ónos eső miatt, ezért lesodródott az útról, majd oldalára borult egy személygépkocsi a 32-es főúton Zagyvarékasnál. A szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, majd sofőrjét segítették behelyezni a mentőautóba. Lesodródott az útról, és az út mentén állt meg egy személygépkocsi Zagyvarékas külterületén a 32-es számú főúton. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a mentők már ápolták a gépjármű sofőrjét, őt a tűzoltók segítettek behelyezni a mentőknek a mentőautóba. Szerencsére itt nem történt tragédia. Kis odafigyeléssel elkerülhetőek a balesetek a jeges úton, ha már muszáj autóba ülni. Téli gumi nélkül ne induljunk útnak. A szokásosnál jóval lassabban menjünk. Kerüljék a kisforgalmú utakat, hiszen azokat ritkábban takarítják, valamint a nappali olvadás és az esti fagy váltakozása könnyebben csúszósá teheti őket, mint a nagyobb forgalmúakat. Csúszós úton indulás előtt célszerű kikapcsolni a tempomatot, az EPS-t, egyiket se a jeges úton haladásra találták ki. Aki máskor használja a sávtartó automatát, most kapcsolja ki. Vezetés közben folyamatosan, de lazán fogják a kormányt. Csúszós úton kerülni kell minden hirtelen intenzív mozdulatot, ami az autó mozgását befolyásolhatja, a hirtelen gyorsítást, az intenzív fékezést és a kormány mozdulatokat. Így csökkenthető annak a valószínűsége, hogy az autó kerekei elvesztik a tapadásukat, és emiatt irányíthatatlanná válik a jármű. Tartson a szokásosnál nagyobb követési távolságot. Ha mégis megcsúszik az autó, három dolgot biztosan nem szabad csinálni. Hirtelen fékezni, attól a csúszó autó nem fog megállni, legfeljebb állókerekekkel csúszik tovább, és még kisebb lesz az esély az irányítás visszaszerzésére felette. Hirtelen gázt adni, attól csak felpörögnek a kerekek, és elkezdik olvasztani, sikosítani maguk alatt a havat vagy a jeget. Az így keletkező vízrétek filmként körbeveszi a kereket, amit attól kezdve sok mindent nem tud majd csinálni, de tapadni akkor sem fog, ha már lenne min. Hirtelen kormánymozdulatot tenni sem szabad, annak ugyanis közel azonos hatása lehet, mint az előző két műveletnek. Tartsuk a kormányt folyamatosan abba az irányba, amerre haladni kívánunk, és óvatos fék, illetve a gázpedál használattal igyekezzünk elérni, hogy a kerék újra tapadjon. Vezessenek óvatosan, mindenkit hazavárnak.